A műsor helyszínét a Fészek Művészklub biztosította. A műsorvezető eleganciájáról a Digestor Budapest gondoskodott. Videopsziológus.hu Expresskölcsön.hu A műsor kávé élményét támogatta a Borokofi Kft. Kézműves kávépörkölő manufaktúra. Jó estét kívánok! Bíró Lajos, sztárséfnek szokták mondani, szerintem baromi jó séf, ez jobban megfelel a valóságnak. Meg azt is szokták mondani, amit ő is itt, hiszen az egyik könyvének a címe: hogy sok vagyok. Nagy dumás, ledumál mindenkit, folyik belőle a szó, azt majd megdumáljuk, hogy a konyhán mennyire ural le mindent és mindenkit, és hát. Állati jókat főz. És ugye a Bogbisztró volt az övé, az egyik, a másik a Kisbíró, meg Balatonon is van neki. És most hallottam tegnap tőle, tegnap előtt, hogy Nuku Bogbisztró. De miért? Hát a Bogbisztró ugye 70-80%-ban turistákkal üzemelt, és ugye hát egyelőre ez nem várható, hogy ez újra induljon. Tehát magyarul te is arra építettél, mint sokan itt a belvárosban, hogy nem, jön, a, jön nem. a külföldi azt a Nem, nem, mi nekünk Nagy átalakult. Volt. átalakult, tehát 10, -10, 10, évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, mikor nyitottunk, akkor 70-80 magyar vendégek voltak, és 20 volt a külföldi. Na de és szépen lassan, tunk? Nem, nem, szép lassan elkezdett átalakulni. A külföldi egyre agresszívebben foglalt előre, és szépen kiszorította a magyar közönséget. Úgyhogy, és akkor a magyar közönség pedig elment mások. De te ezt engedted? Mert én úgy hallottam, például a Rosensteinék azt mesélték, hogy, hogy, ők direkt be akartak, tehát, tehát, egy bizonyos külföldi foglalás után nem engedték, hogy <hül> 30% magyar csak beférjen. Hát de azzal a 30 ez körülbelül olyan, amikor a szálloda mondta, hogy milyen dolog az, hogy mi nem biztosítunk neki két asztalt. És mondtam nekik, hogy ha én most azt mondom, hogy minden nap két asztalt biztosítok nekik, az körülbelül negyed óráig tart. Mert már akkor le is foglalják. És akkor megint nincsen asztal egyébként. Ugye mi tíz nap és egy hetes előfoglalással mentünk. Hát én esténként dugig voltunk. Dugig tehát. voltunk, így van, és, és nem lehetett beférni egyébként. Tehát, Hát mindegy, így alakult a dolog, hogy így mi is átálltunk szépen lassan a 70 külföldire, a 78 És akkor most így jön És most, most, most az Így van, szerintem jön. igen. igen, aha, igen. aha de sokan be fognak zárni. Én szerintem igen. Szerintem, ha, ha belegondolunk abba, hogy a 90-es évek elején, amikor ezért úgy megindult egy kicsit a mi szakmánk egyébként, ugye a rendszerváltás után, abban az időben, amennyi, és abban az időben, azt tudom, hogy 80%-ban a, a belföldi vendégek tartották el a vendéglőket. Aha. Ha arra a létszámra visszamegyünk, tehát, hogy annyi vendéglő lesz megint körülbelül mint a 90-es évek elején, azt el fogja tudni tartani most is a magyar. Közönség. De Hát lehet, én remélem, hogy azért csak jönnek a külföldiek is most már. Hát remélni lehet, én nem bízok benne. Aha, aha. Hát pedig te úgy tudom, hogy tulajdonképpen eredetileg nem is akartál szakács lenni, csak ottan Pakson voltál kölyök, és nézted ott volt egy étterem meg a szállodának is a, az étterme egy csárda volt pontosabban meg a is egy étterem és nézted a fizető pincéreket, hogy hát állandóan a pénzt sörgetik a zsebükbe. És Sok akkor pénzük ott volt, azt nekik, mondtad, igen. hogy na én ilyen ilyen menő pasas akarok. Ledigültet. Igen a pénzt a mai napig is szeretem, akkor is szerettem. Soha nem szégyeltem egyébként. Hogy és pont... mindig volt nekem. Mindig volt, igen sokat tettem érte egyébként mindig sokat dolgoztam de mindig volt. Tehát nem azt mondom, hogy soha nem voltam milliómas vagy milliárdos, de, de amit meg akartam engedni magamnak, azt mindig meg tudtam engedni És az magam. sok minden volt, amit az meg sok meg minden volt, Igen, igen. Tehát az jó kaja, jó nem tudom, hát figyelj, olyan macsó hírében is álltál, állsz. Hát, ez a, ugye ilyen, figyelsz, hogy egy, mennyi vagyok, várj, egy négy, Magas vagyok, ugye? Hát nem hiszem, hogy így néznek ki a macsók egyébként. Hát a jelen, igen, de azt inkább az szokták hát mondani. Figyelj ide, a másik könyved, amikor hát, 70 de, éves de, lettél, de, éve. Éve. akkor megérted egy szakácskönyved. Hát annak a címoldalán, hát éve. egy kikön, The Western csizma, ilyen keresztbelakott rakotlát. A, Ezeket... menő, a menő, pasi, a gazdag polgár, aztán ezt megfejeled még azzal, mert ez hozzátartozik, hogy valami fanyar humort még a kajákba is olykor belopsz. Hogy, hogy, és akkor ott van melletted pórázon egy kis malac. Nem egy kutya, mert az a kutyát nem érdekelne. Igen. De Egy kis malac, akit még sajnális az ember, hogy na, mindjárt nyersanyag lesz szegényből a kezedben. Hát én mindig szerettem egy kicsit ezt a polgárpukkasztást. Nekem mindig olyan haveri köröm volt, akik tudod, mindig stufolták egymást, és az egy nagyon jó dolog van. A szakácsok körébe egy emberrel szeretek így élcelődni, az a Szegál Viktor, mert a Viktor soha nem sértődik meg, hanem mindig visszavág és akkor megy egy ilyen nagyon finom adok kapok, és ezt marhára élvezem, és ez nekem átment a civil életemre is egyébként. Tehát én szeretem egy kicsit úgy megpiszkálni a, az embereket egyébként. Na hát szóval, hogy úgy fogalmazza egy interjúban, és hát ez látszik is rajtad, meg úgy is élsz, hogy te a hedonizmus kiszolgáló. Abszolút, vagy? abszolút. Szerintem mindenki a hedonizmus szolgálná ki, hogyha lenne hozzá bátorsága és pénze és ideje, mert ez egy rohadt jó dolog egyébként. Na, de amikor én emlékszem a tavaszi, amikor, amikor még nem lehetett nyitni, akkor posztoltál Facebookodon egy képet, Bíró Lajos a kisbíró teraszán, megjöttek az új ilyen szalámi kóbász, nem Igen. tudom mik. Te ott szivarozva és megint, mint a magával eltelt fickó, aki és alatta volt egyébként, már bocs, tudod, mi volt alatta? Az volt odaírva, hogy hát mit tudom én, és ezt értetted a Bogbisztróra, hogy nem tudom, hány éve voltatok akkor nyitva. Hát olyan 10 éve legalább, 15 ti, ti, éve. 15 éve, hát az nem mindegy azért. 15 éve nyitva vagyunk, most se fogunk bezárni, ezt írtad ám Igen, hát a, az élet más-más más produkált egyébként, a, 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 a szállodával nem tudtunk az új feltételekbe megegyezni, és akkor úgy gondoltuk, hogy akkor elválunk, és akkor a, a kisbíróra összpontosítjuk mindazt a dolgot, amit itt Akartunk Amit esetleg pedig az én nyitottál, hogy tulajdonképpen ha akik ide nem férne, be, azokat igen. oda fel Hát lehet most irányít. ilyen veszély nem fenyeget sajnos, hogy aki ide nem fér be, az följön. Úgyhogy a Pest, tehát ugye most két variáció van. Ugye Az egyik az, hogy vidék, mivel eddig is a COVID alatt is egyébként, és a COVID előtt is elsősorban a belföldi vendégekkel töltötte magát, ő nekik nagy változás nem történt az életükbe. Ugyanúgy, ugyanúgy folytatják, ugyanúgy csinálják ezt az egészet. A Covid egyébként, mintha a Balatonra lett volna kispecializálva egyébként, tehát akkor zárták be az országot, amikor bezárt a Balatonon szezon. És akkor nyitották ki az országot, amikor megnyitott Ez a szezon. Jól is jártak. Jól is jártak igen, így van. Ott is egyébként azt hiszem, hogy a jól bevezetett, a, a, a jól működő éttermek. Jártak elsősorban jól, de az tény, hogy az elmúlt tizenvalány év legjobb szezonját zárták. És vidéken egyébként, ugye az a vendégkör jár most is, aki azelőtt járt. Eddig Pest dübörgött, és Buda döcögött. Most itt is megfordult a dolog. Most Buda kezdi érdekesebb lenni megint egy két, és Pest, Pest döcög most egyébként. Hogy aztán ez hogy változik, majd mind változik, fogalmam sincs. És szerintem nincs is olyan ember, aki, aki, tudja. Tehát itt mindenki kísérletezik valamit, mindenki belenyúl valamibe, és hogyha ha jó lesz, akkor, akkor a, ez ugyanaz, mint ugye a Fény utcai piacon megnyitottuk, átvittük oda a Buja disznót a Hold utcából, ugye, és akkor mondták, hogy. Várjál, ez nem biztos, hogy mindenki tudja, te nagyon tudod, mert tudom, hogy az a szíved csücske mostában a piac jobban, mint hát az a kisbíró. Igen, igen, hát ja, ez. Eh, okay, eh, szóval, hogy a, ugye a, van a belvárosi piacon, piacon, ugye egy, tehát kvázi meg akartátok csinálni egy ilyen gazdó tehát több jó éttermek meg van. van, nem tudom, minek nevezem, étterm, Igen, bodegája. Igen, 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 igen. igen kifőzni ha talán, igen, talán igen. Ez, ez a jó, és nagyon jó kajákat lehet kapni, de nem dübörög, az se. Az bezárt de decemberbe. A... Ja, én azt nem is tudtam, és ki se fe... fog, hát fog nyitni. Most van állítólag pályázat alatt, egy új üzemeltetőt keresnek, és akkor annak az üzemeltetőnek effektíve meg kellene csinálni a a fűtést, a hát hűtést a és a szellőzést. Hát hát pontosan hát így van. Pontosan, vagy és télen, szerintem vagy egyébként vagy elbírna Budapestet. A budapesti közönség, az itt élő közönség, az el tudna tartani egy gasztrópiacot. Úgyhogy ez egy, egyébként is úgy gondolom, hogy az egyik jövő kép lesz a gasztrópiac, ugyanis a gasztrópiacon nagyon jó éttermek szoktak lenni, és általában 30-40 százalékkal olcsóbban, mint a, a saját éttervét. Hát mert egyébként úgy szokott az lenni, ugye, hogy, és úgy terveztétek ti is, hogy ugye a gasztropiacon abban a nyersanyagban, ami, ami a ott van a piacon. Igen. De ott meg a piac kvázi hát majdnem megszűnt, tehát nincs, hogy nincs, ez de... nem jött be. Hogy hát kvázi... ez a piac megvan még Madridban, Barcelonában, de például az egyik nagyon ilyen híres piac Lisszabonban a Time Out, ott sincsen egyébként már ilyen, hogy ott megveszem az anyagot egyébként, hanem teljesen átalakult ilyen gasztróra. De ezek olyan jó látványok egyébként. Igen, a fény utcai piacon nézni, most azért úgy az vagyunk. Az ember végig megy, ugye a, hogy mondjam, egy étterembe úgy benézni, az tulajdonképpen illetlenség. Benéz az ember, de kicsit úgy yeah. lopva, hogy yeah. belenézek más kajájába, de egy piacon végig tudom mustálni, hogy mit szabállani, és esetleg megtetszik valami, és az, na, egy olyat akarok. Így van, tehát azt hiszem, hogy a, a fényutcai piacon most ugye az van, hogyha elfogy a paradicsomon, vagy valami, amit rendeltem esetleg vagy a, a beszállítóktól, akkor gyorsan kiszaladok és veszek. Ha elfogy a petrezsém, akkor kiszaladok hát az és az egy, veszek. Az egy, piac az, az egy működő piac még egyébként. És remélem, hogy meg is marad így tehát, hogy megmarad 70 ban működő piacnak, és 20-30 ban lesz csak gasztró. Ja, hogy az is ott készül? Készül, igen. Kestről. Ott vagyunk egyébként, tehát a Hold piacról átmentünk oda. És majd vagy visszamegyünk a Hold vagy nem, majd meglátjuk, hogy milyen lesz az új. Világos. Na, akkor én meg vissza a hedonizmusra, mert azért az megizgat. izgat. Szóval, hogy arról is híres voltál, hogy Hát többször végig motoroztad Európát. Igen. És megálltatok a Michelin csillagosi de jó kajárdáknál, és végig az egészet, és akkor saját bevallásod szerint nem leloptál semmit, hanem tovább tekerted. Tehát ötleteket gyűjtöttél, és akkor tovább variáltad. Hát nézd, ebben a mai nyitott világban egyébként a Youtube-on, meg különböző helyeken egyébként az interneten rengeteg ötletet lehet meríteni egyébként. Ha ott vagy valahol, és akkor meg is tudod kóstolni, és magát, az élményt is magaddal tudod vinni. Mindig azt szoktam mondani, tudod, hogy ha bár nagyon jó hamisítók voltak a világon egyébként, kifejezetten profik voltak. Tehát azt is mondhatnánk, hogy talán művészek is elemi, de mégiscsak más voltak. De most ezt kajára a kaján, mondod, Nem, 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 nem bőtér, például, festményekre. Aha. És a kajánál is ez a hogy hogy igazándiból nem fogod tudni ugyanazt a festményt megcsinálni, mert annak a festménynek van valami, olyan kisugárzása, ami a másolaton nincsen rajta, szerintem legalábbis, és azt nem lehet oda tenni. És így van az étellel is egyébként. Tudod, hogy ha soha ha, nem tudok de megcsinálni mondjuk, egy az olyan az... kaját, mint édesanyám. Ezt akartam Érted? kérdezni, de nem, hogy nem az anyukádét, ami amit tettél. Pedig együtt főztem szegényel a, a halála előtt egy fél évig, háromnegyed évig ugye, És sokszor elmondtam, hogy apám az én főztömet nem ette meg. Tehát apám azt mondta, hogy azt szart, amit én keverek, az neki nem kell. Nem, nem. nem tudom. Hát, ma már talán értem, talán túlfűszerezetten dolgot csináltam az ő ízlésehez képest, túl sok fokhagymát használtam, és túl sok paradicsomot, mindegy, nem ettem hát meg az el a fokhagymát még, amikor kínai érted volt. Abba abba a fokhagymát renget, is bepakoltad, minden, a pedig abba elvileg. Abba kell egyébként, használnak ők bőven egyébként. De a lényeg De az, az tudott, hogy úgy tudtam apámat et, úgymond etetni, hogy édesanyámmal főztem minden héten egyszer a konyhába. Ez körülbelül fél év, háromnegyed évig volt. Muterült a konyhába, egy ilyen székbe, föl volt már, ő se volt teljesen jól. És, és, akkor mondta, hogy mit csináljak, tudod, hogy még vágd egy kicsit a hagymát. Mert tehát ilyen, a, a, ilyen Á. szinten vagy, hogy akkor ilyen 45 éves voltam körülbelül. És kérlek szépen, és akkor meghaltak, onnantól eltelt egy-két hónap, és akkor próbáltam csinálni azokat a kajákat, amit anyámmal háromnegyed évig csináltunk, és nem tudtam megcsinálni. De miért? De nem miért? tudom. Tehát azért, mert mindenkinek, mindenkiben van van egy nagyon jó, ez egy kedvenc témám mostanában van, egy jörban, egy amerikai zsidó gyerek, kérlek szépen, orosz zsidó gyerek, Iván. Ez az Iván kérlek szépen elvette egy japán csajt feleségül, és kiment Tókióba. Oké, nem is a turista részen, hanem a, a valahol máshol, a külvárosban mondjuk, a, a autentikus helyen nyitott egy rámenezőt. És belekerült Tokió tíz legjobb rámenezőjébe. Ez egy fantasztikus dolog. Aki nem volt kint Tokióba, és nem látta, hogy ott milyen szinten vannak ezek a kis kifőzdék, meg ezek a kis éttermek, vagy valami, az nem, föl se tudja fogni egyébként. Nem tudjuk fölfogni, hogy mi van Japánban a kaja szintjén, vagy valami. Mi nem, nem látunk olyanokat itt Európában. Nem is egy Borzalmas, elképesztő, fantasztikus a dolog és ott bekerült az első tízbe. Majd meghalt a felesége egy idő múlva valamilyen betegségben, vagy valami, és akkor a gyerekeknek is, hogy jobb legyen esetleg az iskolázás, vagy valami, visszamentek New Yorkba. És nyitott New Yorkba egy rámenezőt. És ez nem, Én, ment. nem de, de, de ment, vagy? de nagyon csúnyán beszél egyébként. Túl, tehát nálamnál is csúnyán van. És kérlek szépen, és bement a vendég, és mondta, hogy ő volt kint Tokióban, de ez a rámen, az nem ilyen. És akkor mondta neki, hogy takarodja jó édesanyádnak a nem tudom hova, vagy valami, ez az én rámenem. Ha tetszik, tetszik, ha nem, akkor kihúzol innen a francba. Ugye? Tehát akkor azt mondom, hogy mindenkinek ez így van, tudod, hogy amikor csinálok egy levest, soha nem felejtem, el, volt egy hozzá hasonló dolog, Szél Tomi, kérlek szépen, amikor itt voltak a Michelin csillagos Szélyt, séfek. Tömőjabb, a és a legjobb ő... szakásnak tartom Magyarország. Egyébként abszolút. Ilyet tőled? Én meg nem hallottam, hogy te de, vagy de, a legjobb szekecs Magyarországon. Nem, nem, előszágon. nem, a Tamás sokkal jobb Sőt, Sok, Tényleg? Szúper, nagyon szeretem, tisztelem, eszméletlen jó. Egytöbb tőle azért szoktál lopni. Abszolút, eszleteket. így van, tudja Na, ugye, is. Mindig ugye. el is mondom neki, mindig. Ja? Mindig elmondom, hogy mit, mikor mit, mit csentem el tőle ötletet. Majdnem minden egy-két hónapban van valami, amit látok tőle, és ami engem megfog, és akkor azt kiemelem a kajájából. És ugye a, a, lényeg az, hogy akkor itt voltak ezek a Michelin csillagos és akkor mindenki főzött egy Michelin csillagos a Tomi egy olasz séfel főzött, és halászlét főzött. És akkor lementem megkóstolni, fölüzett, hogy lejössz megkóstolni, a lementem, és akkor belekóstoltam, akkor mondtam, hogy én még tennék bele azt mondta Lajos, ez az én halászlé. Kész. És onnantól kezdve nem volt kétséges a dolog. Tehát nincsen olyan, hogy van olyan, hogy halászlé, de mindenkinek megvan a saját halászléje. És én nem tudom megfőzni, ha te tudsz marra pörköltet főzni, marra pörköltet úgy, mint te, te meg nem tudod úgy megfőzni, mint Na én. Jó, de mégiscsak de. van olyan, hogy az egyik azért csak jobb, mint a, a másik. A viszonyítás Már, kérdése igen, egyébként. Hát, Vannak olyan de... dolog, hogy azt mondjuk, hogy vagy sós, vagy odaéget, vagy valami, de nem. Te azt mondod, hogy én ezt így csinálom. Figyelj, kinek, ez olyan, mint a főleves. Mert minden mióta ezek a főző műsorok vannak, azóta mindenki ilyen vágyt lett. Mindenki már ért mindenhez. Már tudnak főzni, már tanácsokat adnak, már tudják a hőmérsékletet, Már hétköznapi emberekkel így beszélek, hogyha megkóstol valamit, és akkor azt mondja, hogy kicsit kevés a sav benne. Tehát, ugye, ezért, tehát hogy, hogy ezek, ezek mindenki ért most már ezekhez a dolgokhoz, és én meg azt mondom, hogy én meg ezt így csinálom, és akinek tetszik, tetszik. És itt, van, itt a főleves, ugye? A főlevesben é. is ilyen tudósok lettünk már. Egyébként nagyon sok főleves van. Most utána néztem egyébként Vietnámban több mint 70 féle főlevest főznek. Tartománytól, tájegységtől függően, városoktól függően, meg egyébként is valami. Ő lehet, hogy mit tudom, Szájgomba elvette egy olyan főlevest, és azt keresi itt. Soha nem fogja megkapni. Soha a büdös életben. Azt ott lehet megkapni. Ö, állítólag volt olyan, hogy te a japánba voltál valami meglehetősen hangos ilyen gastrofesztiválon, és ott pont az történt, hogy a fesztivál igazgatóját... Ja, aki, nem, a ha... Szingapur, volt. Ja, Szingapur, bocsánat, Szingapur volt. Aki valami hihetetlen gurúnak számított. És annak... a túróba. a túróba, meg és, és pont valami ér, mert bele akart szólni, és pont azt mondta neki, mondtam, hogy ez az, ez... Én, ez, az én, kajám, azt mondta, ez meg az ő fesztiválja, mondom, akkor főzzön. És akkor mi lett? Hát kérlek szépen mondjuk mi, mi az, mi be az emberek bele? között... Mibe akart beleszólni? Hát először is, ugye, hogy a, a, csináltam egy spárga kapucsinót egy rendkívül drága kaviárral, és azt, azt mondta, hogy az úgy nem jó, mert, a, mert ő én egy, 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 rák, egy ilyen rákpropogósra raktam rá a kaviárt, és raktam a levesbe is. És akkor azt mondta, hogy tudom-e, hogy milyen drága ez a kaviár. És akkor mondtam neki, hogy én egy, a mondom, én egy, egy szegény országból jöttem egy kicsi szegény országból, de mondom, hát ön is ismeri, mert ez egy NDK-s volt Egyébként Tényleg. mondom, persze, igen, igen, mondom, hát az NDK-ba önök is ö, nem duskáltak annyira. Ezért, tehát én egy hasonló szegény országból jöttem, és minden tavasszal, amikor megjelenik a spárga, akkor én ennél a nagyon drága kaviárnál egy nagyon speciális kaviárt rakok bele, egy kecsegének a kaviárját, ugye a, a szásáiknak a kaviárját, mondom, uh, és És nyíri száca, az arany, uh, arany, arany kaviárnak, kaviárnak a sérfje, És akkor és mondtam neki, mondom, és mi ezt megengedjük, és mondom, ezt mi ott, ebben a kis országban megengedhetjük magunknak. Önök itt, ebbe a gazdagságba, egy ilyen kaviáron van kiakadva, vagy valami. De mondtam neki, hogy, de, hogy ezt, ezt vegyük ki belőle a kaviáron, mondom, nem veszem. Kész, ennyi, egyszerű volt. Hát nézd, amikor elment, mert megsértődött, aztán akkor elment, akkor az ilyen 20, 20 körülbelül voltak ott bent ilyen különböző menedzserek, meg minden, mert ugyanis a, 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 gur, a, a nagy gurmé vacsorát beszéltük meg, tehát a, és az, azon, azon én is főztem két kaját. És akkor megtapsoltak, mert azt mondták, hogy a, a Peter, Peter Knipnek hívták azt hiszem most évet, és a, a, azt mondták, hogy az elmúlt 15-20 év alatt ilyet még senki nem mert megcsinálni. Úgyhogy én. rendkívül nagy sikert adtam. És veled meg lehet ilyet csinálni? Meglepő módon egyébként én egy nagyon, nagyon erőszakos, nagyon öf, kemény ember voltam, ma már le vagyok szelidülve egy kicsit. De nálam egyébként a tanuló is elmondhatta a véleményét. Ez egy érdekes dolog. A vendég pedig pláne. Tehát a, vendég, a vendégnek minden rezzenésére odafigyeltem, erre nagyon büszke voltam. Az egy más kérdés, hogy a konyhába igazat, ott egymás magunk között igazat adtunk-e neki, vagy nem. A vendégnek kint az étteremben mindig igaza volt, és mindig utána néztem. És nagyon sokszor érdemes volt utána nézni. Tehát volt olyan, amikor úgy gondoltam, hogy csak rossz napja van, vagy valami, és akkor most itt velünk szórakozik, de közben két nap múlva kiderült, hogy valamilyen szinten mégis igaza volt neki. És olyankor nem vagy vagyok... miben? Például volt egy, egy nagyon egyszerű dolog. Van egy volt sógorom, tényleg szépen, aki arról híres, hogy a, a téli szalámiból is kipiszkálja a kövéret. Tehát, hogy a, ha, ha bárhova elmegyünk, ha Imrének valami megfelel, akkor annak mindenkinek jónak kell, hogy legyen, mert ő aprólékos, nagyon aprólékos, nagyon precíz, nagyon gizda. És a motoros csapat minden évben egyszer van egy olyan vacsora, amikor eljöhetnek a feleségeink is. Tehát különben nem szoktuk őket vinni, vacsorázni, így tehát, hogy volt. Meg gondolom külföldre se. Amikor oda se, oda te. se. Nem tehát mondja. az egy kambuli. Az, az egy kambuli, így van, de nem való, nem való hölgy egyébként, hiába tudom, már hogy. Mi itt, történik ott egyébként? Nem történik semmi, mert mindenki azt hiszi, hogy ottan csajozunk, meg kuplerájba járunk, meg reggeltől estig fetrengünk. De és a, semmi nem, ilyen, ne, nem, nem, hogy ez nem, 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 tényleg nem, tényleg nem, nem, nem. Az ember nem azért, mi motorozni megyünk el, de egyébként Csúnyán beszélünk. Ö, ö, nem, 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 oda nem való hölgy. Tehát mert ez akkor vigyázzat... igaz, hogy a motorozásnak úgy lett vége, hogy valakit ledaráltak mögüled? De igen, hát igen, 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 de hát igen, igen, de mai napig is motorozik. az. a, a Tehát nem, a, a, nem halt már. Csak a, egy, nem egy nem nagyon mond. súlyos kettő, baleset kettő, Kettőt találtak le. Ja, kettő? És én is elkezdtem motorozni most a tavaly húsvét. Újra? Volt, újra, újra. Pedig így. már egyszer mondtad, hogy hogy ürült a feleséget, <laughs> hát, hogy igen. abba bír. A hát nézd, tíz évig. Az amúgy negyedik feleség. Igen, igen, és tíz évig, tíz évig nem motoroztam, és most tavaly tavasszal elkezdtem, és tavaly februárban, azt hiszem, tavaly februárban, vagy tavaly, igen, mi minden évben szoktunk januárban elmenni a villányi borászokkal síelni. És velünk szokott jönni a villányi plébános, az Ágoston atya, és ott már kezdtem megkörnyékezni az Ágoston atyát, hogy Ugye, hogy tudnám, ugyanis én megfogadtam a jó Istennek, hogyha egyszer ott a balesetből, ahol voltunk, ha egyszer hazatérek, soha büdös életben nem ülök motorra. De te is, neked is Nem, is nem, szükség. nem, nekem, ne, de én végig, végig szenvedtem úgymond az egészet, mert én voltam velük a kórházba, többiek intézték a rendőrségi dolgokat, minden, és aztán éjfélig, és amikor éjfélkor mentünk haza, akkor a bóra lejött, és ugye elkezdett tologatni kifele az út szélére a Hogy szél, kítsen, a de? bóra. Bóra. Van egy, ilyen, ez egy, ez, egy, ottan levő, ez egy vihar vagy egy szél, még nem így fúj, hanem mintha lenne egy ilyen asztal vagy egy ilyen nagy lap, és így. Aha. És, na mindegy. De hát akkor beszartam. Tehát ez a lényeg egyébként. Én soha nem volt ilyen problémám, akkor bizony. És akkor azt mondtam, hogy ha itt egyszer, ha van jó Isten, és engem egyszer innen haza segít, soha többet megfogadom, és soha többet nem ülök motorra. És ott imádkoztam végig, 80 km volt ez az út ott fönt a hegyekbe. És hazajöttem, és eladtam a motort másnap. Leszálltam a motorról, és betoltam a haveromnak a motoros és eladtuk. És, és, akkor mondtam az Ágoston atyának, hogy én tudom, hogy megfogadtam a jó Istennek egyébként, vagy valami, de hogy tudnánk így? hogy kikerülni ezt a, ezt a dolgot <laughs> vagy alá, És akkor azt mondta az atya, hogy a, a, kötés megvan a Jóisten, és köztem. És mondtam, hogy nem motort veszek, hanem trájkot, tehát három kerepü. Tehát az is motor egyébként, de trájknak igen, de de kevésbé, így, bér, kevésbé bér fölbonni, így, igen, de más probléma igen. van vele azért. Ugyanúgy. De sokkal nehezebben motorozható, mint a motor. Igen? igen. nem olyan kényelmes. Én azt hittem, hogy milyen Aha. kényelmes, nem? És kérlek szépen, és akkor azt mondta, hogy ha meg lesz a motor, vegyem meg nyugodtan, meg lesz a motor, vigyem le villányba, és megszenteljük és megáldjuk a motort is meg engem. És meg is csináltuk egyébként, rendesen szertartás szerint megáld. Azt hittem, az... azt fogod elmesélni, hogy az atyát bepalisztad nem, motorozni, nem, 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 nem. Mert nem. lett volna. <laughs> és kérlek szépen, és úgy, hogy tavaly húsvét óta meg én motorozom. Na szép. Mm. És Istenben hiszel ezek szerint? Ja, nem vagyok hívő, de abban hiszek, hogy van valaki. Ezt lehet hívni akárminek, messiásnak, kizének, jóistennek, Mohamednak, teljesen mindegy, hogy ki De valaki van, aki ott irányít, és hiszek a jelekbe. Tehát nekem ez a, az a motorozásnál az, hogy a mögöttem levő kettőt kaszálták le, és engem kellett volna lekaszálni, mert mindig én szoktam menni a végén, csak akkor éppen véletlenül előrébb mentem. Én az ilyen jelekben hiszek. Aha. És, eze, ezekbe, és hiszem, hogy, hogy, hogy valaki van. Mindig azt mondom, hogy nem muszáj jó Istenbe hinni, de valamibe. Szerintem jó. Szerintem jó. Hát de te nem a értelemben hiszel. <laughs> Abba is lehet Úgy hinni. fogalmazott Igen, azóta az azóta szintén szakásnak át fiat, hogy hát a, neked a, mindig az volt az első, Így a van. család az csak másodlagos. Igen, hát ugye mindig, ugye, mert ugye nem azt szokták mondani, hogy én, én hedonista vagyok, hanem ezért hogy a, a, a női riporterek ugye mindig azt szokták mondani, hogy hím sovinista vagyok, amiben biztos, hogy van vala, valami egyébként. Igen, tehát a, a volt, amikor, ma már ez nem igaz természetesen, de régebben, 40 éves koromban tényleg úgy volt, hogy első volt a szakma, ez a mai napig is megmaradt egyébként. Második volt a motor, és sajnos a harmadik helyen volt a család. Most már azért a, a szakma és a család pariba van. Ezért volt négy feleség? Nem ezért volt négy feleség egyébként, nem. Nem? nem. 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 tudom, hogy miért volt négy feleség. Szerintem, hogyha ha esztergályos lettem volna, akkor is lehet, hogy lett volna négy feleségem. Nem, nem tudom, hogy miért lett négy feleségem. Jött. Az igazság tudod, hogy nem azért, mert hogy én szeretek olyan egyedül élni, vagy valam, mert az egyikből mentem mindig a másikba. Tehát nem volt ilyen izé. Hát én biztos ilyen hülye szerelmes típus vagyok, és akkor... Nem tudom. Nem. De, mamma, én... de nem, ez, ez, nem, egy, ez nem egy pozitív, ez mindig hozzá tezzel, nem egy pozitív dolog. mert te is úgy, úgy kérdezed, hogy hát azért ez egy ilyen, ez, ez, egy tökös kölök, mert négy feleség volt. Nem. De figyelj, hát... a négy feleség mindig kudarc. Tehát az, hogy elválsz, az kudarc. Mert, és ezt úgy is éltem meg, mert nem azért nősül meg az ember, hogy elváljon. Szóval az csak egy ilyen jó pofa dolog, hogy fú, tényleg a negyedik feleséged, a... hú, de jó dolog, neked vagy Nem, ennyire. azért ezt nem. Hall... Nem. Figyelj, arra gondolok, ültünk a laza palán, mert Igen. ugye a palatinus a, standon is nyitottál egy helyet, ami nincs már meg, és, és én emlékszem, hogy ott zabáltuk ezt a 40 rántott 40 hús. 40 dekárs, 50, 50, 50? 50, bocsánat, bocsánat, 50 dekárs rántott húst, és közben azért te meséltél, hogy így, ilyen nő, olyan nő, még azt is elmesélted, hogy melyiket nem sikerült éppen. Igen. Tehát, hogy a csődöt mondtál éppen akció közben. Tehát, hogy, hogy azért te ezt te is terjeszted magadról, nem? Igen. Én az, az igazság, hogy aránylag nyitott életem volt, és hogyha valaki rákérdez, én nem szégyelem elmondani. Tehát én felvállalom és eh, idézőben azt mondom, hogy őszinte vagyok. És ma már azt azért gondolom, te tudod itt a szakmádon keresztül, hogy, hogy tudod, annak ide mindig a szegény kaszás Attilát hoztam föl mindig erre a példának, hogy Attilát azért szerették nagyon sokan, mert az Attila őszinte volt. És az embereknek a nagy része már nem merőszintelen. Hát te úgy, úgy szoktad ezt fogalmazni, hogy te már nagyon sok lass dolgot csináltál <laughs> a szakmában, tehát te már megengedheted. Egyébként azának, igen. Hogy azt mondd, amit gondolsz. Igen, csak ez se így van, tudod, hogy valamilyen pozícióból vagy valamilyen szituációból megengedhetsz magadnak valamit. Mert egyszer a a Kolozsvári Református püspök volt nálunk ebédelni, vagy vacsorázni, itt a bogbisztróba, és mondtam, hogy én már megengedhetem magamnak azt olyan, olyan pozícióba és olyan izébe, a szituációba vagyok, hogy megbocsássak egy-két embernek. És akkor, és akkor én ezt nagyon pozitívan gondoltam. Tudod, hogy, hogy milyen fasz vagyok én, hogy ilyen ez, megengedem magamnak, és megbocsájtok. Mert a megbocsájtásra azt mondta, a püspök úr, hogy hát kedves bíró úr, az az igazság, hogy a megbocsájtás, az nem erről szól. A megbocsájtás, az a megbocsájtásról szól. És akkor úgy elszégyeltem magamat, tudod, hogy, hogy igen, igen, tehát hogy. merhette, hogy te ezt fitoptatni akartak, a Pontosan tehát, igen, hogy igen, igen, hogy milyen igen. jó ember vagyok, hogy lám, lám. Na de hát te, és... jó ember, te jó ember vagy, vagy nem vagy jó ember? Hát másokat kellene megkérdezni. Na, de hány olyan ember van, aki neked nem tudott megbocsájtani? Az összes volt feleségem. Egyik igen? sem beszél velem. Tényleg? Tehát nem, nem sem állnak szóba. velem szóba se. Nem is köszönnek, nem is fogadják köszönést. Tényleg? Igen, igen, igen. Hát, hát ez, ez nem volt egy szép nem. De, <laughs> nem, 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 de hát ez legyen az ő problémájuk most már, vagy valami. nem. De neked nem? Tehát neked ez nem fáj? Nem, nem, én teszem magam Mert annyi, annyi ilyen, tehát ma már inkább... Gyakran. Hogy ebből most ilyen lelki gyötrődés sem ja, lenne? Nem nem. nem, nem, nincsen belőle, nem. Nem. A, az talán nem egy pozitív dolog, de e, túl tudok lépni dolgokon elég könnyen. Tehát házat 20-30 évig éltem, eladjuk, és két hét múlva nem is foglalkozom bele. Tehát most valami. ilyen a is? Mert nem hát ilyen a azt igen, a nem, a nagy nem, Ilyen volt a múzeum kávéház mi... 18 évig csináltuk a múzeum kávéházat, eladtuk, és egy fél év múlva már különösebben nem foglalkoztam vele. És az zavar, ha mondjuk utána egy munkatársadnak nem lesz állása, mondjuk ott volt, és te nem tudsz neki állást, vagy ezen is túllépsz? Azon is túllépek a, 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 azoknak a munkatársaimnak, akikkel, akik közelebb álltak hozzám, azoknak mind megpróbáltam szerezni helyet egyébként. De azért volt ebből időzzel konfliktus, tehát volt olyan, aki megsértődött, hogy nem, át nem vittem tovább magammal, vagy valami, mert nem tudtam tovább vinni, vagy valami. Hát mert te tudsz azért keményeket mondani. Igen, tehát... igen. A, fe... a kislányom, én nem, én nem, figyelek ilyenekre, nekem mindig ezeket így idézik. Ugye a feleségem mondta most, hogy a, a, lányom mondta, hogy valami, volt egy valami szituáció, hogy valaki durván beszólt valahova valami, és akkor azt mondta a lányom, hogy a Ismerek én egy ilyen embert, az a te férjed és az én napám, aki szintén tud ilyen durván beszólni egyébként. Csak az a baj, tudod, hogy amikor én így beszólok, akkor nálam tudod, az érzelmek és az indulatok úgy elszabadulnak, és, és én egy negyed óra múlva én elfelejtem, és ugyanúgy oda megyek hozzád, és azt mondom, hogy és csak nézek rá, és nem értem, hogy neked mi bajod hogy ő van. Meg nem hogy ő, ő nem felejtette el, mondjuk egy ilyet mondasz valakinek. Amit mondtál, hogy valaki mondjuk nálad volt szakácsként, és cukrászatot is akart tanulni, ami ugye egy pozitív dolog. Igen és kért téged, hogy szereznek neki el Igen, és helyet, azt mondta ennök, ahogy... hogy előbb tanuljon meg főzni, aztán meg nem Na, igen. de ez, 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 a, ez a teljes de ez szakmai gond... lenullázása. Tehát, hogy a, igen, tehát én nem. ezt én gondolom... azon meg kell bocsájtani, szerintem. Nem, de én szerintem nem a lenullázása, mert szóval, hogy még az egyiket nem tanulta meg, akkor ne kapkodjon a másikba. De azt állítok, szereztél neki szereztem Szeresztem, persze, igen. igen. Persze, az egy más kérdés, Tehát, hogyha ennyire akarta. Ugye most ugye ott van mellettem a fiam, aki ezeket a dolgokat ö, elmagyarázza nekem egyébként, hogy ezt hogy kellett volna szólnom, vagy alam. És akkor mondta, hogy menj oda, kérj elnézést. A, a peti. És ez megy neked? Persze, oda Peti, mondom, nem gondoltam, hogy ez nagy probléma, de mondom, le van szarva, mondom, akkor szerzek neked egy helyet, és akkor menj el oda, és akkor ott próbáljad. És szerinted megbocsátott vagy ott maradt belőle egy életre? Mert ez legyen az ő problémája, az nem tud, nem foglalkozom vele. Nem, nem. Nem lehet ennyi emberrel mindenkinek ezek a lelkét ápolni, ilyen, tudod. Hogy néz ki egy konyhám, az élet? Nem tudom, hogy ismered-e, van, van egy konyha, a konyha ez, ez, a darabnak a címe, egy angol, nem, nem angol dühös nem. fiatalok. És 30 ember van egyszerre a színen, és megy a konyha. És az, hát ez bemutatja, hogy ez egy téboly. Egy káosz, egy idegrendszeri ártalmak tömkelege, üvöltözések tömkelege. Igen, de most már változik. Közben izzadnak. Így van. És, és egymásra kugranak, és, és, és hát halljuk be azt is, hogy ugye hú, vannak a sztárséfek, de hát azért és kitalálni az ételt, az egy alkotó munka. Abszolút. De ott a, akár 40 fokba, azt naponta 35-szer megfőzni, az meg egy futószalag munka, nem? Igen, azért vannak olyan konyhák, például az én fiam dolgozott egy olyan kécsillagos étterembe Bécsben, ahol nem volt futószalag a dolog, tehát nem voltak. Nem voltak leírva a receptek, nem voltak leírva úgymond a gyártási lapok, vagy valami. Egyszer megmutatták az ételt, egyszer megfőzték, és onnantól kezdve te neked magad kellett minden nap megalkotni. Tehát a lényeg az megvolt, az ott volt az agyadban, nem mindig variálgatott. Na hát jó, a de itt lehet két fajta szemlélet. Mondjuk én törzs vagyok, és meg akarom enni a mostani Rosensteinben ugyanazt a kaját, amit a kispipába ettem gimnazista koromban, mert ugyanaz a séf ugye? Van. Rosenstein Tibor, <coughs> és vannak is olyan kaják, tehát a vörösboros, gombás, vaddisznó, ragumandulás, krokette, az úgy, hót ugyanolyan. Én akkor egy ugyanolyat akarok. Én nem, nem. akarom, hogy az át legyen variálva. ez azért nem fog sikerülni egyébként, hogy mert az emlékek mások. Te csak azt, tehát nem fogja tudni azt, azt, azt reprodukálni. Tehát az a vörösboros, gombás vaddisztóragú, mandulás rokettel, most tuti vagyok, hogy nem pontosan olyan, mint akkor. Tudod, csak az emlékek ezeket felédesítik, vagy valami. Annak idején, 15-20 évvel ezelőtt a cukival voltunk a hídvendégül. Cuki Ó, bácsi legendás üzletvezető volt, hasonlóképpen nagy dubás, Így mint van. te, és hasonlóképpen figura. Így van. És elmentünk... Mai ő... napig nem tudom a rendes nevét, mindenki Cuki Ez Erki Jánosnak. Évek. Én se tudtam tíz évig, amikor Tényleg. megismertem, és akkor, akkor tudtam meg élni. És elmentünk oda enni egy forró fazekat és egy bablevest. És akkor azt mondta a cuki, hogy hát a Béla az volt a sép. Már nem, nem úgy főzi a húsleves, mint annak idején. És mondtam neki, hogy hidd el, hogy a Béla ugyanúgy főzi a húsleves, csak nekünk már átalakult az ízlésünk. De hogy az emlék mennyire más egyébként, tudod? Ez a veszélyesek ezek, tudod? Mert az, mert, mert az emlék az mindig megszépít, vagy átalakít valamit egyébként. Tehát nekem a nagyapámnak volt egy nagy fehér fonott karosszéke. És az öreg minden este abba, meg egyébként is napközben is abba ült, vagy valami, és minden este ott ült benne, és olvasta az újságot és a könyveket. És aztán meghalt a nagypapa, én nagyon nagypapás voltam, tehát én, nekem elsősorban a nagyapám volt, utána jöttek a szüleim. És kérlek szépen, sokkal komolyabb kapcsolat is volt köztünk a papával. És kérlek szépen, meghalt a papa, vagy valami, és akkor lent voltam ugye, Gyulán keresztanyámbéknál, és akkor mondtam a keresztanyának, hogy mondom, hogy nem tudja kereszteni, hogy hova lett az a nagy, fonott karosszék, mondja, ami ami volt a nagypapának. És kint voltunk a nyári konyhában, azt mondja, abba ülsz, kisfiam. Tehát tudod, egy ennél egy fele ekkora kis nyomvadt ültem, vagy valami, de az, én, de az én emlékemben az olyan volt, és ez így van az étellel is, tudod, hogy hú, az akkor nagyon fantasztikus volt a gyerekek, azt nem tudjuk Na már produkálni soha. Itt, itt, itt gondolom van a két irányzat. Tehát van az az, az irányzat mondjuk, ami az olimpiában van, de. hogy művész a séf, hogy ki írja, a, tehát nem tudom, azt kell foglalni, mert kicsi a hely, Így van. de nem tudod, hogy mi lesz az étlap, ne, mert nem. az lesz az étlap, amit ő aznap kitalál, az az és ist. akkor van Így egy nyolc tételes menü. De Gabi, aki oda és megy, ezt bevállalja. Igen, tehát akkor akkor te nem az étterre mész, hanem a séfre mész. Abszolút. És, és, és arra a stílusra, amit ő képvisel, mert a stílus azért megvan neki. Tudod, tehát azért az mindenkinek. Ha megnézed, hogyha megnézel egy, egy szakácskönyvet mondjuk egyébként, akkor ott rájössz arra, hogy van olyan séf, aki úgy tálal, hogy középen van majdnem minden, és szélén már, és 10-ből 9 tányér úgy van megtálalva. Tehát a stílusa megvan neki egyébként. Tudod az ízlését, tudod az ízesítéseit, és te arra mész. Hát figyelj, annak idején, amikor a bogbisztrót kinyitottuk, vagy, igen, a bogbisztró nem is a múzeumban volt, a Bistro-ba. minden két hétben 12 14 igen, új faját találtuk. Egy igen, mind, mindig. A széltomi világosított föl ott is egyébként. A Tamás nagyon egyszerűen, és az is lehet, hogy talán, nagyon időzelben mondom, hogy a kívülállónak bántónként fogalmaz. Egyébként nagyon nyersen és így őszintén a pacekben mondja, imádom a gyereket. Azt mondta nekem, hogy te úgy vagy hülye, hogy vagy, azt mondja. Mondom, miért, Tomika? Azt mondja, saját magaddal versenyzél. Azt mondja, ilyen hülyét, azt mondja, még nem láttam. Magadnak csinálsz egy vagon problémát. Mi az Istennek két hetente 14 új kaját kitalálni? És akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy tényleg minek. Mert mire már belejöttünk volna, hogy hogy kell csinálni, már jött a következő. Érted? Úgy, de hogy... De nálad is voltak, hát mondjuk, amit emlékszem, hogy talán azt tettem nálad először. És az rajtam, már azt nem tudtad levenni. Ugye szült ökör pofa malac ülével. Ma... Igen, igen. Na most. Ez olyan, hogy az ember először bemegy, és akkor még nem volt ez divat, ezt tulajdonképpen félig, szerintem te hoztad divatba, ezt a farka, nyaka, tehát amit, amit, kidobáltak, mindenféle belsőség, abból te kajákat csináltál, és nagyjából eladtad, ugyanolyan volt egy főétel, majdnem, mintha bérszínből készült. Abszolút. Tehát nyilván nem, nem. rengeteget nyertél ezen, hogy Igen. ezeken a tök, ugye? ugye? Az Na, az most... be, Gere Attila mondta, hogy a legpofátlanabb séf az a bíró Lajos, mert annak idején, 16-17 évvel ezelőtt, akkor eladtam egy szelet mangalica szalonnát egy kis fokhagymás bagetten, 1800 forintért, és csak annyi volt, hogy megnitrogéneztem. És azt mondta, hogy ehhez pofa kell. <laughs> Na de ott volt ez a, ez a <laughs> ami például maradt, ami először ugye olyan az embernek, hogy na nem, hát én ilyet, biztos, hogy nem, és aztán ott benne van az emberben, hogy, hogy... Ő az, ami marha hát volt hogy, végül. Ét, hát hát, hát. Hogy, 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 de hát csak kipróbálom. Mint ahogy emlékszem egyszer, egy ilyen dining guide-os estén, ahol ilyen díját adok, voltak ott, meg előjöttél a bazsalikomos kacsanyelv, vagy mi volt az? Igen, valami igen. Kacsonyál. igen kacsonyál. Kacsonyál volt. E, igen. Tehát, hogy ilyenekkel előtt tudtál jönni, tehát imádtad, ha meglepődik a vendég, és most mész más irányba, hogy most visszamész a paraszti Egy egyébként igen, de most hogyha megnézed, ugye, hogy miért, miért divat most annyira a perui és a brazil konyha. Na miért? Azért kérek szépen, mert a távol-keleti alapanyagokat már ismerjük, az már úgy elterjedt de a brazil perui ennek a résznek az alapanyagjai még újdonságok egyébként, és ott még tudnak olyanokat izelni, hogy a Mexikóban, ahol 70-féle, nem tudom, hányféle, mondom, 6 vagy 70-féle kukorica van. Érted? És Aha. akkor a, azokkal lehet játszani, vagy valami. És akkor ezek még érdekesek. Na, ilyen érdekességek voltak ezek az alapanyagok. Akkor itt Európában még egyébként, de főleg Kelet-Európában nem nagyon ismerték egyébként. És hát pontosan ez az, hogy a. Állítólag a csirket, szombját is dobják. Ma már, már nem Ma már, már, már igen, nem, igen, már de nem, de nem azért, igen, de ott de, is fejlődtek, rég rég. de régen, igen, igen. É. Tudod, úgyhogy, de nézd, hát ezek olyan dolgok, hogy. Az ember próbálgat és fejlődik, és akkor lehet ilyen dolgokat csinálni. Tehát például most húsvétkor adtunk bárányfejlevest a piacon. Ugye azt azért nem mertem odarakni a vendégnek, vagy valami, de uh, húsz darab bárányfejet főztem meg, ebből egy rendkívül jó ilyen savanykás, ilyen csorbához hasonló leves volt. És egyszer engem rábeszéltek egyébként, hogy kóstoljam meg a, a birka szemet. És, birka a szem? Igen, igen, vagy a báránynak a szemét, vagy valami szépen. És egyszer erőt vettem magamra, és megkóstoltam, és a kedvencem. Tehát most effektív a fiammal, <laughs> nem az, hogy hát majdnem összevesztünk, hogy ki eszik belőle többet, vagy valami szépen. Mert, és akkor, hogyha egy ilyen, tehát hogyha én azt mondom, hogy én nekem ez egy fantasztikus, ízélményt adott egyébként. Maga azt az tudod, hogy az a szem az, az ízés. Igen, az, az ezeken túl rá kell lenni. A, a, akkor, akkor megpróbálom, például ugye volt egy olyan ételünk, hogy a, a fogast roston megsütöttem, és akkor a borjú innak tehát ezt az akilleszi innyét, abból ez is egy ilyen mócsingos dolog egyébként. Alami. Ezt az achilles ből csináltam egy pörköltet, és ráraktam a fogasnak a tetejére, a pörkölt együtt. Egy kicsit másképp volt a pörkölt szaft, mint szokott lenni, kicsit le volt finomítva, textúra szűrő volt megszűrve. Tehát vannak ilyen apró trükkök. Igen, ilyeneken tör... túl kell lenni. Tehát én például, amit azt gondoltam, hogy soha életemben nem fogok kakastöke pörköltet. Igen. Tehát soha az életben. És akkor egyszer a művészetek volt, volt egy mesterszakács, aki ott azt nagy élvezettel főzte, és én éppen még ripotkodtam is vele. És nem Na, nem akkor megkérdezt, hogy a velőt szeretem. Hát mondom, imádom. Hát akkor ezt is szeretni fogom. Igen. És tényleg. És akkor rá kellett utána jönnöm, hogy az egész átverés volt, mert az, az bizony pulykatöke, mert volt, ilyen, az de. nagy, a kakastöke pici, Isten. és azt eladják. De hasonló és hasonló. azt eladják ugye kakastökének. De ilyenekről egyébként te is mesélsz egy interjúból, a régi világból, de nyilván ma is van. Hogy ma egy nincs. Rakat, Hát, hogy, hogy bérszín helyett. Hát adtatok nem. ki a Ma már, nem hiszem, hogy... ma már nem hiszem el, hogy van, aki ilyenre úgymond vetemedem vagy valami. Most persze az ember ilyenkor mentegeti magát, de én hát állítólag leroptátok a 600 reggeli kellett a volgaszállóba. Leloptuk a szalámit, igen. Péterikről egy szalámit, és eladtátok a lágrámban. Pontosan, így van, így van. Átam jó felkészültő. Igen. <laughs> Igen, tudod, az igazság, hogy erre nem szabad, hogy büszke legyen az ember, mert azért ez nem volt egy szép dolog, de akkor effektíve úgymond bele voltál kényszerítve. Tehát azt mondom, hogy a benzinkutasnak olyan fizetést adtak, hogy úgy is lop. Ezáltal lopott is. Érted? Mi a pincérnek olyan fizetése volt, nekünk is a 8-900 forint volt a fizetésünk, és akkor ez benne volt az, hogy úgy is hozzá variálja a dolgokat, és akkor hozzá is variáltuk a dolgokat, érted? Tehát ezek, ezek működnek, Erre ezek a emlékszem, dolgok. egyszer mesélted nekem, de, nem de már nem emlékszem, hogy a katonaságnál is valami... A őrűn... katonaságnál ott, igen. Egy ott mi Ott, mi nagyon ott nagyon mert... csináltál? Hát ott is mindent így elraktunk, ugye, hát én csináltam a kalkulációt, és olyan bő kalkulációt csináltam, hogy maradjon mindig mindenből, és akkor utána azt kiárultam. Tehát amikor mentünk gyakorlatokra, akkor megvoltak az országban a különböző vegyesboltok, ahol mit tudom én féláron adtam a konzervet, meg ilyeneket, és akkor ezeket így eladtuk. Úgyhogy, de megcsináltuk azt is, hogy a éjszaka a, a kopaszkatonákról, tehát a szakácsokról csak persze, akik vagy ezek voltak azokról, mert ugye a szakácsnak mindig kiváltságos dolga volt, hát annyi pokróca volt, amennyit akart, és akkor kettőt meghagytam, a többit leszettem róla, és akkor eladtam a, a, a parasztoknak, hogy a lóra legyen, mit teríteni, vagy alem, és akkor azon pálinkát vettünk. Úgyhogy, és akkor ez volt. Hát ilyen. ügyes, ügyes. Nem ügyes, ügyes. Nem, de akkor, akkor ez a világ volt, amire én effektíve nem az, hogy büszke vagyok, de amit elhozott nekem az élet magától, hogy 1970 76-77-be kerültem az amerikai követségre, és onnantól kezdve már időzelben nem kellett csalnom, és ezért, és utána 82-be kerültem a Vörös Sárkány étterembe, és ott, De, sem, ott sem, vágtuk már át a vendéget, és nem voltak ilyenek. Ott kifejezetten vigyázt, figyeltem arra, hogy úgy volt az étlap megszerkesztve, hogy net, ha akart, se tudott a pincér. Ugye a Vörös Sárkány volt Magyarországon a el, legelső vörösső, kínai igen. étterem, és a kínait te az amerikai követséget meg, tanulni, mert ott volt valami nagykövet vagy valaki, aki azt mondta, hogy, hogy meg, hogy hát meg mert neki egy olyan séf kell, a, mert ő imádta a kínait. Hát nem, imádta, a, 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 inkább ilyen, azt mondom neked, hogy ilyen kicsit nagy, nagy volt a, a madám, tehát szerekek, ja, ő ő volt, szeretett, volt. hát a, mindig, mindig a, van a, a, ugye az excellenciás úr, és van a felesége, ugye? Az Excellences úr van a hivatalba, ugye? Ő volt a megbízott nagykövet, akkor, és a Madám ő vezeti a háztartást. Aha. Ő, vezeti a, ő, 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 ő szervezi a partikat, ő a háttér, ő csinálja ezt az egész dolgot. És akkor a Madame azt mondta, hogy ő volt kint Németországban. Azt hiszem, hogy vagy hogy hívták a barátnőjét, aki szintén nagykövet asszony volt, és ott francia és kínai konyhát vezetnek. És akkor mondtam, hogy hát. Mondom, akkor is már nagy mellényem volt, mondtam meg, hogy mi is francia konyhát vezetünk. Hát ugye mondtam én ezt akkor, ma már tudom, hogy az olyan messze volt a francia konyháról, amiről azt hittem, hogy az a francia konyha, mert azt mi úgy tanították nekünk, hogy mint Makó Jeruzsálemtől. De a kínait akkor mondtam, hogy hát sajnos kínait, azt nem tudok, és azt mondja, hogy volna-e kedvem megtanulni? Mondom, igen, igen, mondom. Miután S... egyébként, mert annyira nagy mellényed volt, hogy azt mondják, hogy kétszer aki, akkor a fizut kértél, mint amit ajánlottak. Nem, 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 nem ajánlottak. csak meg kellett a, figyelj, de nem, nem, ajánlottak, csak én utólag tudtam, hogy mennyit akarnak Aha. adni egyébként, érted? Tehát én tudtam, hogy mennyit akarnak adni, és, és annak a dupláját kértem, igen. Na, igen. De kényszerhelyzetben voltak, és kénytelenek voltak megadni mert nem volt szakácsuk, és akkor. Ez az, és, akkor és kérlek, szépen De ez És hogy akkor... tanultad meg itt Magyarországon a kínai? Hát először is volt egy Kugler-Iker pár, akik az interkontinentálba dolgoztak, és ott meg, megjelent a vendégek között egy Ausztráliában élő magyar hölgy, aki kín, Ausztráliában kínai főző tanfolyamot vezetett. Most ez a hölgy összejött a a laciékkal, és kiment Londonba, a laciék állták a, a, a költségeit, kiment Londonba, bevásárolt, és tartott nekik itt, mert itt volt majdnem fél évig, tartott nekik egy ilyen két hónapos tanfolyamot, ahol egy olyan 30-40 ételt tanított meg nekik. Egész jókat egyébként, kifejezetten jók voltak a dolgok, és akkor a laci az pedig átadta nekem ennek egy részét volt bizniszbe egyébként, tehát nem ingyen vagy valami, hanem csak ki, kiegyeztünk. Én adtam ezt, azt, azt, ami neki kellett, ő pedig megcsinált, és utána volt az egyébként, hogy akkor voltam kint két hetet Bécsben egy ilyen, szinten <hül> egy ilyen tanfolyamon, és azután az, után, volt az, hogy nyitotta az, a, amerikaiak, nyitottak a, a kínaiak fel, és akkor nyílt amerikai konzulátus Pekingben, és onnantól az első titkár, jött hozzánk enni, mert utána már barátok voltak, ugye, és akkor annak a szakácsától tanultam én még. Aha. És aztán utána autodidakta módon az egészet. Uh -huh. Én nagyon de sokat még, autodidaktam. Mégis volt egy haverod, akinél kim voltál. és. Ha, de és... az ember, a kinének semmi köze nem hát, volt. tudom, tudom, tudom. És Badenból, de... Bad Füszlaukba volt. Igen, igen. Volt és oda is kimentél nagy mellényel, mert hogy és ott láttad először, ami már nagy divat, hogy minden frissen készül. Tehát még a paprikás csirkész, is külön a mártás, és amikor kiadod az adagot meg minden, igen. és mondtad, hogy na, ha így kiadtok ti 300-400 ételt, ételt, ételt akkor, akkor letolod a gatyát, és minden és mehet Nem, Letoljátok a gatyátokat, és minden séfnek kinyalom a segélyt, ezt mondta. Egyébként. És ki, és ki? É, és, é, és ki? Nem kellett kinyalni azért, de, de meg, Istennek megcsinálták, megcsinálták, igen. Hát nem volt én megtanultam egy szisztémát. Tudod, tehát, hogy, a, hogy másképp sütik a húsokat. Tehát mindig az alap dolgokat kell megtanulni, tudod, hogy abból mi jön ki, az mindegy egyébként. Én most látom Danin keresztül egyébként, a, fiamon, a, fia, a fia, fiamon keresztül, ugye, hogy ő megtanulta, hála a jó Istennek, a francia alapokat. És ha megnézzük a világban, tehát például a Bokuszdóron volt japán versenyző, ugye volt japán versenyző, a Jap a japán versenyző Franciaországban tanult négy évig. Jaha. Tehát, hogy még a japán is, aki európai konyhát akar vagy valami, mindenki, mindenki köpködi a franciákat, mert egy szovinista mocskok egyébként. Tehát nagyon rossz stílusuk van valami. Én nem fogadnak be maguk közé, kiközösítenek. Minden rosszat el lehet mondani róluk, de azt nem, hogy mi, mégis ők tudják a fontosabb dolgokat, és őtőlük lehet megtanulni egyébként. Tehát a Gordon Remzi is egyébként ő is a, a Robusonnéktól tanultam meg, kérlek szépen. Ezért, hogy utána tíz évig nem beszélt a Robuson vele, meg ő a Robusonnal, vagy valami kérlek szépen, az egy más kérdés. Egyébként ez a Robuson egy olyan séf volt, ez nemrég halt meg egyébként, hogy 70 éves korában még a, a szakácsot a, a vasserpenyővel vágta fejbe, hogyha ha, ha nem, úgy, nem úgy csinálta a dolgot, ahogy kellett volna, vagy valami. Tudod, úgyhogy, és ugye hát a Remzi, <tosz> és nála volt, és az utolsó nap, amikor dolgozott, az utolsó nap, ugye akkor azt csinálta, hogy a, a, a WC, ugye az ott van a, 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 Franciaországban, ma már nem annyira, de régebben úgy, hogy a, a, konyha mellett volt mindig. Effektíve a WC-ből beláttál a konyhába, a konyhából nem a wc -ből. Éhet. Nem tudom, hát az így, így volt kézdeve. És a Robuson nem bírta a közös WC-t, vagy valami, ezáltal a Robusonnak, ahol étterme volt, neki mindig volt egy külön WC, amit csak ő használhatott egyébként. Érted? És a Remzi az utolsó nap fogta, kinyitotta a WC ajtót, kérlek szépen. Körbehugyozta az egészet, de a falat mindent vagy valami. Levette a szakácskam, bedobta, és azt mondta, hogy orvár. Na most ugye, és ez volt neki az elég tétel, a másfél-két éves megaláztatásért, kényleg szépen, amit ott átélt, és a robusa nem beszélt vele tíz évig, de aztán kibékültek egyébként. És te hogy fogsz elbúcsúzni, bár te azt mondtad, hogy te a halál dolgot, tehát hogy te félnál, nem az a típus vagy. Én nem búcsúzok el egyébként. Ugye te a... szeretnél infartust kapni az egy termet, termetben? Egyébként, az én egyik én. egyébként igen. igen, a legegyszerűbb lenne. A világon a legjobb dolog szerintem. Most 71 éves vagyok, figyelj de effektíve megkaptam mindent az élettől, amire vágytam. A lányom sinen van, a fiam úgy érzem, hogy sinen van. Különösebben már, már nem igen van most jelen pillanatban. Tehát azt mondom, hogy már Tokióba sem mennék ki, pedig az utóbbi tíz évben a legnagyobb élmény, hogy ez a két Tokió után volt, mert már nem vagyok hajlandó tíz órát repülni. Már sok. Már, nem, már nem, nem nem, ér annyit, tudod? Tehát, hogy nem, nem. Tehát, ugye, az tény, hogy amikor most kint voltunk Tokiában, akkor mondtam másodszor is, amikor kint voltunk, mondtam a srácoknak, ugye, a Luc Lajossal voltam a, 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 a helyet, vagy a, Pá, a Párizs udvarban, ami van annak a séfje, a Jós Józsi, valaki a, a sütiz nevű cukráznát csinálja, nagyon jó cukrász, a fiam és én, és így voltunk kint négyen egyébként, tudod? És mondtam nekik, hogy én már többet nem, nem jövök ki. Elég volt. Új értelemed lesz még? Nem, nem, már nem. Nem, nem. nem, 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 nem. Nem, nem. Most ez az időszak egyébként se kedvez annyira neki. Ha lenne, jönne egy olyan időszak, egy-két éven belül, hogy a fiammal tudnék nyitni egyet. Aha, érted? Egy. Az, egy... érdekes a... az érdekes, lenne. érdekes lenne. az ugye a rossz van ez a felállás, igen. és az nagyon jó. Igen, de ugye mi erről a Danival a... már rég, rég, beszéltünk egyébként, tehát azt, amit most a Rácienő fog nyitni egyébként, egy ahhoz hasonlót, nem már rég régóta, miért hát a lényeg az, hogy körbe lehet ülni 21 ilyen pultot, és ott van belül a konyha. Tehát a, 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 konyhának a pultjánál ülsz végig. Te kázi séfasztalnál hát ül, mondjuk, igen, éget. igen, És ez jó. Éget, de ezt tetszik. mi a Danival már évek óta beszéljük, hogy egy ilyet kellene nyitni, mert egyébként ott a Tókióba kimész, ott 90 ban csak ilyenek van. Tehát ott mindenki fölül a pultra, és akkor a kontaktusba vagy a séfe. Itt mindig az, a, ezeknél az étteremeknél mindig az az egyik legnagyobb probléma, de szerintem a rácienőnél ez nem lesz probléma, hogy hogy tud kontaktok teremteni a vendégekkel. Tehát ott azért el kell tudni adni magadat. Milyen. Tehát oda olyan. A, hát az neked. az megy. nekem megy, így van, de a gyereknek is megy. Tehát nincsen, hál' Istennek mm. ezzel nincsen probléma. Na rá. ígérd meg itt nyilvánosság előtt, hogy a me meghívsz a Meg, rá. meg, abszolút meg vagy. Ak hát akkor de ezek de. után köszönöm, hogy jöttél. És önöknek is köszönöm, hogy néztek minket, bíró Lajos, a remek séf és a Stárséf volt a Buta vendége a viszontlátásra. A műsor média szakmai partnerei. Színház.online. Mediamix.hu. A legjobb hírek keveréke.